Nagy sikere volt az idén 20. alkalommal megrendezett szoboszlói folkhétvégének. Az esti koncertekre zsúfolásig megtelt a szabadtéri színpad nézőtere. A jubileumi 20. szoboszlói folkhétvégét pénteken este nyitotta meg Holoda Attila alpolgármester. Én pontosan tudom, civil emberként, hogy egy politikusnak sok keresnivalója nincs, egy fesztivál megnyitunk, hiszen mindenki azt várja, hogy a művészek lépjenek föl, és ők adják elő azt, amit tudnak, hiszen az ő kedvükért jött ide ilyen sok ember nagy-nagy örömünkre. De mégis engedjék meg, hogy a büszkeség hangján tolmácsoljam annak, amiatt és annak örömére, hogy 20. alkalommal rendezzük meg az idén ezt a folk fesztivált, ami egy nagyon nagy dolog, hiszen fesztiválok jönnek-mennek, nagyon sok közülük elkezd nagy lendülettel és aztán abbaadja, és mi a mai napig meg tudtuk őrizni ennek a fesztiválnak az ingyenes jellegét, tehát nem kell belépőt szedni. Hajdúszoboszló város önkormányzata fontosnak tartja azt, hogy azok, akik ide látogatnak hozzánk turistaként, vendégként és helyi lakosként, azok élvezhessék ennek a fesztiválnak valamennyi fellépőjét ingyenesen, és hát nem véletlen, hogy ma már országos hírűvé vált ez a fesztivál, hiszen országos, sőt világhírű művészek váltják egymást ezen a színpadon is, illetve a kis színpadon is, ami a fürdő másik oldalán található. Az alpolgármester beszéde után a 20. szoboszlói folkhétvége szervezői, a Kovács Máté Kulturális Központ munkatársai Holoda Attilával közösen köszönték meg a munkáját Piroska Mihálynak, a Kulturális Közösség nevű civil szervezet egykori vezetőjének, illetve Nagy Zoltánnak, a központ korábbi dolgozójának, hogy 2 évtizeddel ezelőtt részt vettek a rendezvény elindításában. A szervezők megemlékeztek Kovács Gáborról, a Kulturális Központ elhunyt igazgatójáról, aki szintén sokat tett a folkhétvége sikeréért, Berényiné Szila Ilona, a Kulturális Központ igazgatónője, aki mind a 20 fesztivál megrendezésében jelentős szerepet vállalt, Holoda Attilának köszönte meg, hogy az önkormányzat mindvégig támogatta a rendezvényt. Az ünnepélyes megnyitó után a Csík zenekar lépett színpadra. Vágtatnék tovább veled a szélbe, az álmok partos mindig átvált. Egy partos szívre megakulva késbe, talpa maradt sár és ingovább. Az út a szüntele, őt látom mindenhol. Merette nézek a bánon, ott van a kőpokon. A Csík zenekar a folkhétvége 20 éve alatt 15-ször lépett fel a fesztiválon, így ők azok, akik a legtöbbször koncerteztek a rendezvényen. Érdekesség még, hogy a fesztivál 2 évtizede alatt összesen több mint 200 koncert volt, és éppen a Csík zenekar állt színpadra 200-ként. Ha ezt órába kiszámoljuk, az körülbelül 24 órával 11 napig végig szólhat a népzene. A folkhétvége hosszú utat járt be a szószoros értelmében is, hiszen több helyszínen rendeztük meg, még egy jó évtizede most már ezen a helyszínen, és azt gondolom a látogatók véleménye alapján, hogy most méltó helyére került ez a rendezvény. 2 forró nap után vagyunk, és a 3. estének az elején. Na, a forróság nem csak azért mondható el, mert tényleg a hőmérséklet is az egekbe csapott, hanem én azt gondolom, hogy a hangulat is itt a 20. szoboszlói folkhétvégén. Immár tényleg 96 óta, július utolsó 3 napja, utolsó hétvégéje a népzenéjé, a néptáncé és a népművészeté itt Hajdúszoboszlón. Én azt gondolom, hogy aki eljött most erre a rendezvényre, az nagyon jól érezhette magát, hiszen sokszínű programmal készültünk, mindenki megtalálhatta a kedvére valót, sokféle népzenei ízléssel, sokféle népzenei
együttessel találkozhatott. Itt a mögöttünk látható kézművesek sátrába közel 50 kézműves mutatta be termékeit, tartott bemutatót, ismerkedhettek meg a látogatók a népi technikákkal, és én bízom abban, hogy tényleg mindenki jól érezte magát, a zenészek jókedvűen jöttek le a színpadról. Ezt korábban is tapasztaltuk, de a mai és a tegnapi, tegnap előtti zenei produkciókon mindenki olyan, tehát lehetett érezni, hogy jól érezték magukat a színpadon, többen visszajáró művészek, visszajáró zenészek, tehát ez nekünk azt gondolom, hogy mindennél nagyobb elismerés. Azt, hogy jól érzik magukat a Folk Fesztiválon, a zenészek is megerősítették. Nagyon szeretünk ide jönni, ugye régen is néhányszor már megfordultunk ezen a színpadon. Sok jó élményem kapcsolódik ehhez a színpadhoz, itt mindig, nem tudom, valamiért mindig nagyon jó zenélni, de komolyan. Ez egy csodálatos város. Édesanyám debreceni, én ezt a környéket nagyon szerettem, nagyon sokat nyaraltam ezen a vidéken. Hát maga a hangulat pedig az a közönség meg a zenész barátaim szerintem meg fogjuk teremteni, hogy legyen egy olyan, amire emlékezni fognak az emberek. A Folk hétvége a 20 év alatt nem csak állandó fellépőket szerzett magának, hanem állandó nézőket is. Az évek alatt sokak kedvence lett a fesztivál. Nagyon jól érezzük magunkat, mert nagyon szeretjük a magyar népzenét, és minden évben kilátogatunk ide. Helyiek vagytok? Nem debreceniek, de van itt rokonság, úgyhogy minden évben jövünk. Minden alkalommal itt vagyunk. Hát a szomszéd településen lakunk, úgyhogy a népzenét nagyon szeretjük. Van most olyan fellépő idén, aki miatt kilátogattak? Hát mindenkit nagyon szeretünk, de hát tegnap a muzsikás együttes miatt, hát ma pedig nyilván Szabó Balázs miatt jöttünk, mint földi. Úgyhogy a mi családunkban is van népzenész. Nagyon jó, jól érezzük magunkat. Voltunk tegnap is, ma is. Tegnap is. Jó volt, jó, igen. Máskor, más években voltatok már itt. Mi is lakunk közelben, aztán mi át szoktunk jönni, igen. Honnan érkeztetek? Ne hagyjuk átról. Azért tettük át az egész időpontot, mert ugye Szabó Balázsikat szeretük volna hallani. És amikor meghallottuk, hogy ők vasárnap lépnek föl, akkor úgy döntöttünk, hogy inkább maradunk, és meghallgatjuk őket élőbe, és csak másnap utazunk haza. Többször hallottuk már őket, a mi városunkban is szerepeltek, és olyan hangulatot tudnak teremteni, hogy mindenképpen, sőt, toboroztunk is egy pár embert még pluszba, úgyhogy a szállásunkról, ahol vagyunk. Úgyhogy reméljük, hogy minden szép lesz, és jó lesz ma este is majd. Honnan érkeztetek, és mennyi időt töltötök itt? Egy hetet voltunk itt, és Gyöngyösről érkeztünk. A koncert hangulatára most sem panaszkodhatott senki. Szabó Balázs bandája igazán kitett magáért, de ez nem csak róluk, hanem az összes zenekarról elmondható volt a Folk hétvégén. A koncertek mellett vásár is várta az érdeklődőket, a kézművesek utcájában igényes és nagyrészt kézi munkával készült termékekkel találkozhattak az érdeklődők.